A privatizáció sajátos formájába kezdett az Orbán kormány, amikor 2020-ban több ezer milliárd forint értékű állami vagyont ajándékozott 32 újonnan létrehozott úgynevezett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak. Ezek közül is kiemelkedik a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány, amely több mint 500 milliárd forint értékű pénzt, ingatlan és részvényt kapott az államtól. Ingyen. Ide került az államtól 10%-nyi MOL és Richter részvény, mintegy 367 milliárd forint értékben, 131 milliárd forint készpénzben, és mintegy 3 milliárd forintnyi ingatlan. A Réphülöpi vitorlás kikötő és üdülő, az egykori pécsi tisztikaszinó épülete. Ebben az épületben a Matthias Corvinus Alapítvány épít ki majd egy olyan kollégiumot, ahol tehetséggondozást fognak folytatni. A volt szombathelyi leánykollégium, a zalaegerszegi városháza és a szekszárdi kereskedelmi épület is. Az alapítvány Gellérthegyen található székháza csaknem 2 milliárd forintot ér. A kiszervezett vagyon fideszes politikusok ellenőrzése alá került, ők adják az alapítványok kuratóriumait. Az alapítvány saját vagyonával a kuratórium döntéseinek megfelelően rendelkezik, és a kuratórium tagjai kinevezésére, utasítására, döntési befolyásolására, visszahívására az államnak nincsen jogköre. Vagyis a Matthias Corvinus Kollégium alapítvány azt csinálhat a közpénzből kapott több mint 500 milliárd forintnyi vagyonnal, amit csak akar. Senkinek sem kell elszámolniuk. Így aztán az alapítvány költségvetésébe az is belefért, hogy 9,5 millió forintos órabért fizessenek egy amerikai újságírónak, hogy élőben fényezze az Orbán kormányt. Az állami vagyon átadását az Orbán Balázs intézte, aki egy személyben a miniszterelnökség államtitkára és a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöke. Amikor a bizottsági ülésen ezt szóvá tették, azt válaszolta. Két sapkám is van. Majd hozzátette. Államháztartáson kívüli szervezeti egység hatékonyabban tudja ellátni. 2019-ben dr. Fónagy János, a nemzeti vagyonért felelős államtitkár még azt írta egy parlamenti kérdésre adott válaszában, hogy a kormány legfőbb vagyonpolitikai célja 2010 óta az állami szerepvállalás erősítése. Az állami vagyon gyarapítása, értékének növelése, észszerű és gazdaságos hasznosítása. És azért az átalakuláskor mindig van vita, és így a magyar fejben csak az, hogy valami vagy állami, vagy magán. Orbán egy évvel később már furcsa mód azzal érvelt, hogy az állam nem olyan jó gazda, mint egy magánszervezet. Így aztán az állam több ezer milliárd forint állami vagyont szervezett ki a fideszes alapítványokba. A Fidesz azért lapátolja ki alapítványokba az állami vagyont, hogy egy választási vereség esetén is megmaradjon a gazdasági hatalmuk. Ez az alapítvány kontroll nélkül értékesítheti a legfontosabb állami stratégiai cégek részvényeit. Gyakorlatilag bármit megtehetnek azzal a vagyonnal, amit a Fidesz rezsim adott nekik a közösből. Innen is üzenem, vissza fogjuk venni a közvagyont. Az egységes ellenzék választási programja szerint április 3-a után arra készülnek, hogy visszaveszik a vagyonkezelő alapítványokba kiszervezett közvagyont.